stúdió beszélgetéssel zárjuk a sporthíradót, ugyanis pontosan 3 hét múlva, július 7-én kezdődnek a világjátékok, a rangos multisport esemény, amelyen az olimpiai programban nem szereplő sportágak és versenyszámok kapnak helyet. Magyarországot 11 sportágban 57 versenyző képviseli majd az Egyesült Államokban, Birminghamben. Az egyikük pedig itt ül most mellettem, és nem is akárki, hanem Spéth Norbert, aki már 3 világbajnoki ezüstérmet szerzett Muay Thai-ban, és ha jól tudom, akkor most az aranyéremre vágyik, igaz ez? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon jól tudod, igazából már 4 éve kergetem azt az aranyérmet, de remélem most már sikerül elérni. Ez most a reális cél lehet, hiszen 3 világbajnoki döntőben már megfordultál? Úgy gondolom, reális, igen. A világjátékokon az gondolom nagyobb presztízzel bír mindannyiatok számára, mint egy világbajnokság, hiszen erre még többet kell készülni. Hogy néz ki a mezőny, mennyire tudtad már feltérképezni? Az egész világ elit ott lesz? Ez úgy néz ki, ezt is 4 évente rendezik hasonlóképp, mint az olimpiát, és itt ezeken a versenyeken szerzünk kvalifikációs pontokat a helyezésünk mértán, így az első 8 jut oda minden súlycsoportban. És mondjuk az a tajföldi ellenfél, aki a legutóbbi VB-n is legyőzött téged, aki a mumusod, azt lehet mondani, ott lesz? Tudsz erről már információt? Igen, ott lesz ő is, így van. Hát eléggé komoly mérkőzéseket vívtál vele, azért volt már szerencsénk ebbe betekintést nyerni az elmúlt világversenyek kapcsán. Hát hagynám, hogy te mondd ki a nevét, de téged se kínoználak. Anueng Kattamarasri, úgy hívják a fiatalembert. Külön készültél már rá? Fel vagy rá készülve? Nem mondanám, hogy telik el úgy nap, hogy ne gondolnék rá. Igazából egész karrierem során úgy gondolom, hogy a vereségekből merítettem a legtöbbet. Szóval így van, elég sokat foglalkozok vele kapcsolatban. De vereségből kevés jutott neked, hiszen 29 mérkőzésed volt, 25 győzelem, 4 vereség. Azért a győzelem is fűt téged, gondolom, ezek után. Persze, természetesen. Annyit korrigálnék, egyébként több meccsem volt, ez csak a Nemzetközi Szövetség, a Világszövetség keretein belül volt ennyi mérkőzésem. Egyébként gondolom, hogy az is fontos tényező lehet ilyenkor számodra, hogy ez az első olyan alkalom, amikor magyar versenyző képviselheti a Muay Thai sportágat a világjátékokon. Ez külön motivációt jelent számodra? Szerintem versenyzőként igyekeznie kell az embernek minden impulzust egy pozitívabb irányba kicsit terelgetni, és persze igyekszem ebből is meríteni. Felkészülésed hogy sikerült? Ugyanis most a nemrégiben volt világbajnokság Abu Dhabiban, és azt kihagytad pont azért, hogy tudjál rendesen felkészülni a világjátékokra. Sikerült mindent úgy ütemezni, hogy elképzeltétek? Igen, úgy gondolom, a múltban volt szerencsém elutazni Londonba egy edzőtáborra, a héten pedig még utazom egy szűk 3 hétre Tájföldre is edzőtáborozni, szóval úgy gondolom minden a lehető legjobban megy. Ha jól tudom, te 7 hónapot éltél is Tájföldön. Mennyire élik meg ott másképp ezt a sportágat, hiszen az az otthona, egy több mint 1000 éves sportág, van, aki thaiboxnak ismeri. Milyen érzés volt ott magadba szívni ezt a hatalmas erőt? Így van, ahogy mondtad, onnan származik a nemzeti sport, szóval egyszerűen csak teljesen más a kultúrája az edzésnek is, mert ott, ahogy Magyarországon édesapáink, szüleink esetleg egy focit, esetleg egy kézilabdát választottak, ott igazából nem, annyira nem kérdés, hogy harcos lesz a fiúgyermek, és így ez meg is látszik az éremtáblázatokon. A legutóbbi világbajnokságon, ahogy említettem, amit te kihagytál, sikerült megint csak érmet szereznie Magyarországnak, és hát egyértelműen látszik, hogy fejlődik ez a sportág hazánkban. Most éppen Narderotti Zoltán szerzett ezüstérmet. Követted a teljesítményüket? Milyen volt a magyar csapat? Most kívülről láthattad őket. Így van, kívülről láthattam őket. Nyilván azért konzultáltam a magyar versenyzőkkel, az edzőmmel is. Egyaránt ő is kint volt a világbajnokságon. Évről évre, de ezt az eredmények is szerencsére visszajelzik, hogy a magyar válogatott a junior és a felnőtt egyaránt előrefelé halad. És ezt nyilván az is jól tükrözi, hogy sokszor külföldi mesterek jönnek ide oktatni a fiatalokat, akár még ti is elleshettek egy néhány
taktikát, hiszen azért volt itt tájmester is, akinek láttam, hogy csillogó szemmel követted a tanításait. Mennyi plusz tud adni egy ilyen külföldi mester, amikor eljön hazánkba és próbálja ezt az itt is most már egyre nagyobb teret nyerő sportágat megszerettetni a fiatalokkal? Ez a része talán, hogyha egy külföldi edző jön ide, esetleg, hogyha egy hosszabb időtartamra jönne, az egy kicsit másabb volna, mert véleményem szerint egy 50-60 embert egy edzésen nem lehet megváltani, ezért is utaznak ki Európából azok a versenyzők, akik is komolyabban gondolják ezt a sportot az ős hazába. Te vagy az egyike azoknak, akik ezt nagyon-nagyon komolyan gondolják, hiszen ha jól tudom, már 13 éve műveled a Muay Thai-t, ezt a szép harcművészetet, viszont az igazán nagy célt még a sportág maga nem érte el, ha jól tudom, az lenne, hogy olimpiai sportág lehessen. Na most tavaly a Nemzetközi Olimpiai Bizottság teljes jogi olimpiai sportként ismerte el, de azért arra még várni kell, hogy bemutatkozhasson az ötkarikás játékokon. Te mennyire bízol benne, hogy akár egyszer még olimpián is küzdhetsz? Bízom benne természetesen, de ez a jövő dolga, és lehet klisé, de egyelőre erre a világjátékokra összpontosítok. Ha megtörténik, és még úgy gondolja a válogatott, hogy még engem indítana, meg a testem, lelkem, akkor persze csodás volna. Akkor beszéljünk egy közelebbi célról, hiszen jövőre Magyarország rendezheti a világbajnokságot, hát akkor még egészen biztos vagyok benne, hogy aktív sportoló leszel. Hazai pályán, hazai szorítóban küzdhetsz majd az érmekért, ez mit jelenthet a magyar sportnak, Muay Thai VB itthon? Elképesztő, ha jól emlékszem, ez is sporttörténelmi dolog, mert nem volt még ilyen korábban. Jó pár éve, az utóbbi 4 évben egy-két mérkőzésen volt csak Magyarországon is, és nagyon, nagyon élénkek és erős pozitív érzések vannak bennem, hogyha visszagondolok rájuk, és igazából nem is nagyon tudom elképzelni, hogy milyen lehet egy világbajnokságon szerepelni, ami itt Budapesten zajlik, de biztos nagyon, nagyon jó. Hát erre jövő őszig még várnunk kell, de biztos vagyok benne, hogy igazán káprázatos esemény lesz majd ez. A világjátékok tehát akkor 1 hónap múlva kezdődnek, hát 3 hét múlva a világjátékok, 1 hónap múlva pontosan kezdesz te majd. Hány mérkőzésed lesz, hogyha a döntőig menetelsz? A döntővel együtt 3 mérkőzés. De ezt, ha jól tudom, 3 nap alatt? Így van, 3 nap alatt. Ez és minden meccsnap kell mérlegelni, talán az a nehezebb dolog. És a regenerálódás is nehéz lehet, gondolom, ebben a sportágban. Így van, plusz ugye egyenes kieséses rendszer, tehát minden mérkőzést úgy kell. Tehát a veszítesz, kiestél. Egyszerű a matek. Mikor utazol ki az Egyesült Államokba, és ki követ téged majd a Muay Thai-osok részéről? Július 11-én utazom elnökünkkel, Durok Károllyal, edzőmmel, Jászka Krisztiánnal, Sándorfi Ajsával is neki, a szövetségi kapitányával, Nagy Balázsa. Hát sok sikert kívánunk, Spéth Norbert, köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hát kívánjuk, hogy egy nagyon fényes éremmel térnek haza, és akkor ugyanitt kikérdezünk az élményekről. Szuper, legyen így. A kedves nézőknek pedig a figyelmet szeretném megköszönni, ez volt az M4 Sporthíradó késő esti kiadása, holnap kora reggel már Dedecsik Ferenc számít a figyelmükre.